A magyar termékek védelme elsődleges a hazai gyümölcs és zöldségtermelők számára is. Brájer Éva országgyűlési képviselőként, városunk alpolgármestereként, illetve gyakorló háziasszonyként is segíti a Vedd a Magyart, Védd a Magyart programot. A piac az nekem egy kultúrhely, hihetetlen izgalmas, érdekes, de ezen túlmenően természetesen gazdasági szempontból azt gondolom, hogy nagyon sokunknak azt kellene tenni, hogy egyrészt az őstermelőket segíteni, eljönni, kijönni, hiszen minőség szempontjából sem mindegy, hogy mi kerül az asztalra. De azt gondolom, hogy emellett legalább ilyen nagy lehetőség egyébként a kezünkben, mint döntéshozók kezében, amit mi itt Fejér megyében próbálunk most ebben az irányban munkálkodni, hogy a megye fehér terméket hozott létre, ezzel a minősítéssel ellátja majd a Fejér megyei földben termesztett jó minőségű nyersanyagot. Molnár Lászlóné Amondó, a magyar termék megnevezés sohasem csalóka. Ő maga, ha teheti, kizárólag az ízes magyar árut teszi az asztalra. Hát a magyar terméket, elsősorban azt szeretnénk vásárolni, a magyar terméket. Nem. Az ízvilág az ugyanolyan, mint a nagy áruházláncoknál? Nem. Mit gondol erről? Nem, amit a saját kertjeinkben, vagy a magyar termékek természetesen jobbak, amit saját kertbe termelnek, az meg még jobb. Az őstermelők kérges tenyere szorgos munkája megtérülhet a tudatos vásárlói szokások segítségével. Én gyalultököt, de azt eladtam már, ugye 8 órára, nem gondoltam, hogy ma ilyen sokan lesznek. Kész húsleves csomagot, spenótot, ez évelő, kaprot, új céklát, új hagymát, meg zsemlemorzsát, meg virágokat. Ballagás eladtam már ma mindet. A termékpálya szinte végtelen hazánkban. A szántóföldtől az asztalig minden élelmiszer megterem a mezőföldön is.